Főként nyugdíjas tanárok, tanítók, óvodapedagógusok voltak a résztvevői, a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület hajdonállási tagcsoportja november 15-i alakulóülésének. A vendégeket Tamási Blanka Flóra, a Bocska iskola növendékének Fovola játéka köszöntötte. A folytatásban dr. Cseh Nagy Gábor elnök úr köszöntötte a megjelenteket, aki szólt az Egyesület munkájáról, a nánási tagcsoport létrejöttének körülményeiről. Van előzménye a mai történetnek, hiszen szeptember 20-án a Városházán már volt szerencsénk bemutatkozni az ott jelenlévő kollégáknak, sőt, Szollát polgármester úr és az alpolgármester asszony jelenlétében tehettük meg mindezt. Polgármester úr ott biztatott bennünket, hogy törekedjünk arra, hogy létrejöjjön ez a hajdonállási tagcsoport, aminek az az előzménye a mi elnökségünk részéről, hogy már a nyáron gondoltunk arra, hogy a korábban Olá Imréné vezetésével működött tagcsoportunkat felerősítjük, újraindítjuk, és ennek a szervezését Éles Bélán egy kolléganő vállalta, aki váratlanul most beteg lett ugyan, de lélekben itt van velünk. A Hajdú-Bihar megyei Neveléstörténeti Egyesület 1998-ban alakult, azzal a szándékkal, hogy a kiemelkedő pedagógus teljesítményeket konferenciákon, kiadványokban megörökítse. Ebből fejlődött ki a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, 2005-ben jött létre, és azóta minden évben egy-egy emlékkötetben rögzítjük a kiemelkedő teljesítményeket. Az Egyesület jelmondata az emlékezet értéket ment, egyben meg is határozza tevékenységük legfőbb célkitűzését, fogalmazott elnök úr. Tudjuk azt, hogy a pedagógus tanítvány viszonylat egyenértékű. Nagyon fontos, hogy a tanítványok magukkal vihessék azokat az értékeket, amelyeket a nevelőiktől kaptak óvodában, általános iskolában vagy középiskolában akár, és biztosan tudjuk, hogy azok a pedagógusok, akiknek az arcképvázlata elkészül, és bekerülnek ezekbe az emlékkötetekbe, azok hagytak valamit maguk után. Nagyon fontos, hogy írásban is megmaradjon az életművük. A pedagógusok arcképcsarnoka éves kötetei mellett másfajta tevékenységet is végeznek, vannak közös programjaik, kapcsolatot tartanak iskolákkal, határon innen és túl. Minden évben eljutunk az ország különböző területeire, régióiba. Ebben az évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4 iskola városában voltunk, tavaly Pécsett, Baranyában jártunk iskola betekintő látogatásokon, ahol ismertetjük a működésünket. Minden évben tartunk olyan határon túli kirándulásokat is, amelyet kínálunk az Egyesület tagjainak. Ezek legutóbb például a Felvidékre irányultak, tavaly Erdélybe, és 5 nap időtartamúak. A tagságunk körében ez is népszerű. Ezen túl személyes baráti összejöveteleket is szervezünk, pont azért, hogy a kapcsolat élő legyen az Egyesületen belül. Az elmúlt évtizedben sikerült Erdélybe eljutnunk több helyre, Kolozsvárra, Nagyváradra, Gyulafehérvárra, onnan is kapunk kéziratokat, nem beszélve arról, hogy a Felvidékről, Rozsnyóról, Lomlicról és a környékről, tehát határon túli források is rendelkezésre állnak, de Magyarországon belül a fővárosból, a Dunántúlról,
És hát Békés megyéből sorolhatom azokat a területeket, ahol már ismerté vált a kötetünk, érdeklődés kíséri, és bekapcsolódást is tapasztalunk. A program vendége volt Gellért Gyula, nagyváradi nyugalmazott esperes úr is, aki szenvedélyes előadásban mutatta be a névadó Karácsony Sándor pályafutását, napjaimban is időszerű pedagógiai munkásságát. Azért időszerű, mert a szeretet, ami szintén örökérvényű, tehát ő a szeretet embere volt, a béke embere volt, és a pedagógiában újat hozott. Van egy olyan kifejezés, hogy a Makarenko egyik könyvéből olvasom, hogy pedagógus újító. Hát Sándor bácsi is újított, de úgy újított ez volt a reform, hogy visszament mindig a 16.-17. századba, és onnan építkezett. Úgy nyelvileg, irodalmilag és minden téren. Tehát mi elszakadtunk. Valóban a németek, az osztrák ugye kiszorító gyarmatát tett bennünket. Hát most hallottuk, hogy 1944-ben kölcsönös harcolt, vagy 5-ször szólalt fel a pozsonyi országgyűlésen, magyar nyelv ügyébe, de már Kölcsey meghalt, mire megjött az országos törvény, amikor a magyar nyelvet államnyelvévé tették a latin és a német helyett. Tehát Sándor bácsi mindenben időszerű, a 10 nagy kötetébe és a mégint vagy 10 ilyen ifjúsági diákok számára írt könyvébe. Élvezett olvasni. Sokszor én azért, nincs az a könyv, amelyiket meg ne könnyezném. Olyan rész, amikor valóban fölemel engem az állított fokára, és nem érzékenyedek el. Valóban nagyon-nagyon közel érezem magam mindig ő hozzá, és az a szomorú dolog, hogy a Rákos és Káder időben nem értették meg. Esperes úr a Magyar Nyelv Napja alkalmából megidézte Karácsony Sándornak a Népi Írók híres 1943-as szárszói találkozóján a magyar nyelvvel kapcsolatban tett megállapítását. Sándor bácsi éjjel utazott, nappal előadott, óriási előadásokat tartott, tehát a legnevezetesebb az 1943. Balatonszárszón a beszéd a magyar nyelvről, amit egy könyvbe azért kiadt, de kiadtak kicsi füzetbe is, a balatonszárszói beszéde, ahol ugye elmondja azt, hogy a legeslegfontosabb a nyelv területén és a magyar életben az, hogy a magyar nyelvet mindenek előtt ugye moderné, magyarrá és hatékonyá kell tenni. Nagyon fontos. Moderné, magyarrá és hatékonyá kell tenni. Karácsony Sándor egyik fontos írása a Másik ember, amelyben az emberi viszonyokról, a tanár-diák kapcsolatról írt. Most Sándor bácsi ő olyan volt, mint a költő Advéle Zrínyi, egyik ember úgy nevezi, hogy a siető ember. Sándor bácsi siető ember volt, mintha érezte volna, hogy meg fog halni ő is korán, és próbált mindent átadni idejébe a nemzetnek. Na most a másik ember, ez a viszony, a pedagógiai alapviszony, a tanár, a diák, illetve a nevelő és a növendék között. Ez egy lelki kapcsolat, egy szeretett kapcsolat, amikor nem nézem le a diákot, hanem munkatársnak tudom a diákot. Tehát, és akiben feltételezem, hogy különb lesz, mint én, hiszen Apáca is ezért harcolt, és ezt mondja el a két nagy beszédében, a Gyulafehérjében, majd a Kolozsváriban, hogy az iskolára, a tanárokra és a diákokra oly szükség van, mert ezek fogják a jövőt fölépíteni, a jövő nemzeti életét, ezek viszik előre az ország életét, és ez egy nagyon fontos dolog, ugye? Hát Sándor bácsi is nagyon jól tudta ezt, hogy csak kiművelt emberekkel használja ezt a szót, szofokrácia. Ez az ország kiművelt fövéből álló, vagy elit gárdája, pedagógusok, meg tanárok, de mások is, tehát ezek a szofokraták, ezek viszik előre az országot. Ha nincsenek szofokratája egy nemzetnek, tehát tudós bölcs emberei, kiművelt fővű emberei, országvezetők, vagy megyevezetők, vagy falu-városvezetők, akkor megtorpan a nemzet előrehaladása, a nemzet élete, és megelőznek mások bennünket. Hát ne hagyjuk magunkat. Már a pedagógusok arckép csarnokába csak a már eltávozott, elhunyt alkotók kerülhetnek be, a jó példák, a jó gyakorlatok átadása, napjaink pedagógiai kérdéseinek körbejárása napirenden van az Egyesületben. Van olyan tervünk, hogy napjaink pedagógiai viszonyairól is készítsünk egy-egy kiadványt. Visszapillantó 25 éves kis kiadványunk többek között ezt a célt is szolgálta, arról nem beszélve, hogy a terveink között szerepel, hogy a közeljövőben egyetemi oktatókkal, iskola közösségekkel találkozva napjaink pedagógiai problémáiról is szót ejtünk, és mindezt írásba is szeretnénk majd rögzíteni.
Ehhez az idősebb korosztály mellett feltétlenül szükséges a fiatalabb nemzedék bevonása is, így az egyesületbe várják az aktív kollégákat is, mondta elnök úr. A mostani alakuló megbeszélésen is igyekeztem hangsúlyozni, hogy szeretnénk az aktív pedagógusok köréből is verbúválni a tagságot. Úgy gondoljuk, hogy ez az értékmentés, a hagyományápolás, az intézményi kapcsolatrendszer megörökítése, ez a mai pedagógusok számára is értéket kell, hogy jelentsen, bár tudom, nagyon sok és sokféle elfoglaltságuk van, mégis reménykedem, hogy közülük is találunk majd új tagokat a Karácsony Sándor Egyesületbe. Az értékeket teremtő tanító, tanár tanítványaiban él tovább, ők viszik tovább nemzedékeken át mindazon értékeket, amelyek egy adott társadalom szövetét képezik, és ezeket az értékeket szolgálja a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület is.